Hatalmas méretű fémipari termékeket állítanak elő a napkori GameTech Kft. Csarnokaiban. A cég jobbára külföldi piacra, európai, ázsiai és afrikai országokba exportál. Munkatársainak egy része is külföldről érkezett. Comba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke azt mondta, a megyei cégeknél is megjelentek már a távol-keleti munkavállalók. Itt a megyébe is elsősorban Kárpátaljáról jönnek át sokan, de jönnek át Erdélyből, és most a legújabb hírek már arról szólnak, hogy Vietnámból, Mongóliából jönnek Magyarországba dolgozni, Indonéziából, ilyen távoli országokból is jönnek már, mert itt jobban keresnek, mint otthon, és eljönnek ide dolgozni. Na, de ezzel nem lesz megoldva, annyian úgyse fognak jönni, hogy minden egyes szakterületen megfelelő szakmunkások, vagy esetleg mérnök, vagy közgazdász is legyen. Tehát hiány van, a gazdaság az mozog, emelkedik, egyre több a munkaerő szükséglet, mert több a cégek részére a megoldandó feladat, a szállítási mennyiség vagy volumen, vagy a szolgáltatásnak a mennyiség és volumene, ezek növekednek, valakiknek ezt meg kell csinálni. Vagy pedig akkor azt mondja a vállalkozás, hogy ezt már nem tudom elvállalni. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2 hete járt napkoron. Akkor azt mondta, várhatóan ebben az évben egy nagy külföldi ipari befektető jelenik meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az új beruházás újabb szakembereket vonhat el a kis és középvállalkozásoktól. Ezek ellenére azonban optimistán néznek a cégek a 2022-es év elé. A vállalkozók azért megtesznek mindent azért, hogy akármilyen helyzet alakul ki, most itt legyen magasabb minimálbér, amiről beszéltünk, legyen szakmunkás hiánya, hogy ő fenn akar maradni, hát azért hozta létre valaki, vagy valakik azt a vállalkozást, azért hozták létre, hogy az működjön, ott embereket foglalkoztassanak, és annak jövedelmet tudjanak biztosítani. Tehát mindent, megtalálják meg a kiskapukat, a lehetőséget. Hát mindenki ilyenkor gondolkodik, pörög az agya, és én azt hiszem, hogy a magyar vállalkozói, meg itt a megyei vállalkozó rétegben is megvan már az a rutin, mert a vállalkozások nagy része itt már hosszú-hosszú évek óta működik, hogy megtalálják majd azt a kiskaput, vagy az az utat, hogy hogyan tudjanak fennmaradni és tovább lépni. 2022-ben jelentősen 20%-kal emelkedett a minimálbér összege, ami 200 ezer forint. A szakképzett dolgozóknak járó garantált bérminimum összege pedig 260 ezer forintra nőtt. Cserébe a kormány 2,5%-kal csökkentette a vállalkozások szociális hozzájárulási adóját, valami nem szeri be a 1,5%-os szakképzési hozzájárulást. Emellett a kis- és középvállalkozásoknak idén is csak az iparőzési adó felét kell befizetniük.